Elkezdődött az önkormányzati utakaszfaltozás a városunkban. Több keresztet is felújított a Kózdon. Szünidei foglalkoztató hetet szerveztek a gyerekeknek a könyvtárban. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Elkezdődött az önkormányzati utak aszfaltozása. A képviselők korábban már kijelölték, hogy saját területükön melyik szakaszokon tartják a legfontosabbnak a beruházást. Ma a Ráctag utcában kezdődtek el a munkálatok, amely egyébként a listán szereplő területek közül a második leghosszabb. A Ráctag utcában zúgtak fel ma a munkagépek. Ez egy nagy beruházásnak a kezdetét jelezte, amely során több belterületi útszakasz is teljes szélességben megújul a városban. Az önkormányzat évelején 500 millió forintos állami támogatásban részesült, amelyből 300-at erre a projektre költ. Összesen 30 úton 7242 méter új aszfaltréteget terítenek le a szakemberek a következő hónapokban. A cél idén is az, hogy csökkentsék az aszfaltozatlan és a rossz állapotú utak számát. A város útjainak aszfaltozottságának tekintetében több évtizedes lemaradással küzd Ózd, ezen évről évre próbálunk javítani, ebben az esztendőben közel 300 millió forintból tudunk utakat aszfaltozni, köszönhetően annak az egyedi kormánydöntésnek, amit évelején kapott meg Ózd város önkormányzata, úgyhogy a területi képviselők minden területen kijelölték azokat az utakat, amiken elsődleges fontosságú az aszfaltozás, a vállalkozó pedig itt Ráztagba kezd, de a város minden területét érinteni fogja a munkálat az elkövetkező hónapokban. A szakemberek a Ráztag utcában kezdték el ma a munkálatokat, amely a lista második leghosszabb szakasza, azaz 586 méter. Ehhez hozzájön még a volt pizzéria előtti terület, amely plusz 525 négyzetmétert jelent. Az aknák kiemelését már a múlt hét végén elvégezte a vállalkozó. Ma emulziós réteget, majd 5 cm vastagságú aszfaltterítést kapott. Két henger elő végezte a friss burkolat egyengetését. Ez a szakasz egyébként nagyon kátyús, rosszul járható terület volt, amely mentén számos családi ház található. Azért erre a szakaszra esett a választás, mert Ráctagtetőn, ezen a lakóterületen ez a legrosszabb talajú, vagy legrosszabb aszfaltozott út volt. Gyakorlatilag 586 méter hosszban tudjuk teljesen leaszfaltozni az utat. Nagyon sok kátyút felmentünk ezzel. A lista elkészítésekor a képviselők figyelembe vették a lakosság visszajelzéseit. Idén is lesz olyan szakasz, amely még soha nem látott aszfaltot. Holnap pont egy ilyen területen folytatják a munkálatot a szakemberek, akkor ugyanis a Liszt-Ferenc utca 40-47 közötti szakasz újul meg. Megújul az Ózdot-Szilvásváraddal összekötő út Csernájbe vezető mintegy 1,3 kilométeres szakasza. A kivitelező cég munkatársai a Magyar Közút Nonprofit ZRT megbízásából már el is kezdték a munkát, amely a tervek szerint 60 napot vesz igénybe. Az érintett területen fokozott óvatossággal érdemes közlekedni. A felújítás részeként a szakemberek gondoskodnak a meglévő burkolat profilmarásáról, valamint szükség esetén a teljes pálya szerkezet cseréjéről is. Ezt követi a kiegyenlítő és aszfalt kopóréteg kialakítása. Új patka is épül, valamint lecserélik a kreszttáblákat, tartós burkolati jeleket is felfestenek, de megújul két buszmegálló is teljes egészében. A projekt a közlekedésfejlesztés Borsod megyében 2021 címet viseli. A beruházás 3,5 milliárd forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatással valósul meg. Öt kereszt is megújulhatott a városban, valamint egy újat is hamarosan felállítanak a gyári temetőben, a Német Nemzetiségi Önkormányzat törekvéseinek köszönhetően. A szervezet pályázott és nyert. Projektjükre 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptak Magyarország kormányától. A munkálatok nagy része már júliusban elkészült. Az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben igyekszik anyagi forrásait egyéb pénzeszközökkel bővíteni. Ezt tették a közelmúltban is, hiszen 4 pályázatot nyújtottak be a támogatás kezelő részére, és mind eredményes volt. Ebből az utolsó, vagyis az útmenti keresztek felújítása című projekt 100%-os finanszírozást kapott, azaz 3 millió forint visszanemtérítendő támogatást ítélt meg erre a célra a kiíró, vagyis a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
felelős államtitkársága. Önkormányzatunk fontosnak tartja azt, hogy keresztény őseink által emelt műtárgyak megújításra kerüljenek, és töltsék be eredeti funkciójukat, azaz a tájékozódást segítsék, illetve ösztönözzenek keresztvetésre, imára, az arra járót. Korábban is benyújtották a dokumentumokat, akkor azonban nem jártak sikerrel. Most viszont 5 keresztet sikerült felújítani a rendelkezésre álló összegből, amelyből 2 itt az ivóti Szent Kereszt felmagasztalása templom kertjében található. Misinger Ferenc római katolikus plébános örömmel fogadta a munkálatokat, és beszélt arról is, hogy a kereszt Isten szeretetének a jele. Van értelme a szenvedésnek is, mert abból jön a megváltás, tehát a szülői szeretetnek és áldozatnak és együttérzésnek is van értelme. Senki sem mondja, hogy nincs értelme együtt sírni a síróval, együtt nevetni a nevetővel, és nincs értelme az áldozathozatalnak. Mindenki tudja, hogy van értelme. És ezt erősíti meg Krisztus keresztje is, amely most már így 2 felújított verzióba hirdeti mindezt itt a templom jobb és bal oldalán. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bolyokvasvári Polgári Kört és a helyi egyház közösségeket azzal a felvetéssel kereste meg, hogy térképezzék fel, hogy a városban hol található felújításra szoruló kereszt. Ilyen volt a táblai temető mellett, vagyis a 25-ös főút mentén elhelyezkedő is, amelyet mára szintén rendbe tettek a kivitelező cég munkatársai. Csak úgy, mint a Kőalja úton lévőt, a cukrászat szomszédságában. Az 5. pedig a gyári temető 4-es parcellájában van. Ez a helyszín azért is fontos, mert az önkormányzat felé a történelmi egyházak részéről megkeresés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy itt nincs úgynevezett központi kereszt, amely egyébként minden sírkertben van, és azt a célt szolgálná, hogy a hozzátartozók a messze földben nyugvó elhunyt szeretteikért mécsest gyújthassanak előtte. Ezért ezen a területen egy új is helyet kap, amelyet október 31-ig állítanak fel, felszentelését pedig jövő tavaszra tervezik. Szerződés módosításra hívja fel a figyelmet a helyi kábelszolgáltató cég. A vállalat fejleszti hálózatát és új korszerű, nagy sávszélességű internetcsomagot vezet be. Ennek érdekében fontos, hogy a fogyasztók aláírásukkal hitelesítsék módosított szerződésüket, valamint szükség esetén egy nagyobb teljesítményű modemet kapjanak. Az érintettek a Bojki Tamás út 20 szám alatt lévő ügyfélszolgálati irodában intézkedhetnek. A szolgáltató egyik partnere megszünteti az általa gyártott csatornák magyarországi terjesztését, így ezek kikerülnek a kínálatból. Radírozzuk ki a különbségeket címmel idén is meghirdette a Magyar Református Szeretetszolgálat az iskolatáska és tanszergyűjtő akciót. A gyűjtés célja, hogy a rászoruló családok számára megkönnyítse a tanévkezdést. A kampányt a nyár második felében indították útnak, hogy szeptember 1-ére minden nehéz helyzetű diák számára megérkezzenek a csomagok. A legszükségesebb tárgyi felajánlások az iskolatáska, füzetek, íróeszközök, toltartó, vízfesték, tempera, zsírkréta, vonalzó, körző, de más hasznos, az iskolában felhasználható tanszereket is szívesen fogadnak. Holnap a Brassói úti bevásárlóközpontban adhatóak le az adományok, ahol reggel 9-től egészen 5 óráig várják a segíteni szándékozókat. A tárgyi felajánlások a Pázmány út 3 szám alá, munkanapokon 8 és 3 óra között, pénteken 8 és dél között is eljuttathatók. Ezekre a tanszerekre már korábban feliratkoznak a családok, hoznak egy kérelmet, amiben leírják, hogy a családban hány gyerek van, hanyadik osztályba fog menni, és ez alapján mi szépen elkészítjük nekik a csomagokat, amiket kaptunk, beletesszük egy iskolatáskába, és hívjuk a családokat, és így fogják ők megkapni az iskola kezdéshez szükséges dolgokat. Tarkaforgó címmel szünidei tábort szerveztek az Ózdi Városi Könyvtárban. A kisdiákok interaktív foglalkozásokon ismerhették meg a 100 éve született Bálint Ágnes munkásságát, könyveinek mesehőseit. Színes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, csapatversenyekkel várták a második, harmadik és negyedik osztályos nebulókat. A szervezők a környezettudatos viselkedéssel is megismertették a táborozó gyerekeket.
A táborhoz tartozó felnőtteknek mindig szót kell fogadni. Olvasható a Tarkaforgó illemkódexen, amit a városi könyvtárban állítottak fel a táborozókkal közösen a szervezők. 20 kisdiák várta a közös foglalkozásokat, de lehetőség volt csocsózni és más szórakoztató játékra is. Az egy hétig tartó elfoglaltság tartalmasnak ígérkezik, hiszen programok tömkelegét kínálják a könyvtár munkatársai a gyerekeknek. Hagyományban nálunk, hogy tábort szervezünk a nyári hónapokban. Azzal célzattal, hogy a gyerekek egyrészt ne unatkozzanak otthon, és hogy hasznosan töltsék el ezt az időt. Ezért különböző foglalkozásokat tartunk nekik, amely mindenféleképpen az a jár, hogy tanuljanak is egy kicsit, de játékos formában. Jól sikerült a mai nap, volt sok játékos, izgalmas feladat, meg volt még kincskeresés, aminél így... Ugye a borítékba, amit meg kellett keresni, voltak ilyen játékok, meg így papírra így ráírva ilyen feladat, meg volt sok jó játék, ami nagyon izgalmas volt. Az volt már nagyon jó, mikor voltunk kint játszani ott a fáknál, meg jókat játszottunk, nevetgéltünk is, az ebénél a kaja is jó volt. Meg aztán a séta is jól esett, kicsit ebéd után, ebéd előtt is jól esett. A csoportos foglalkozásokat nagyon élvezték a gyerekek. Több olyan feladatot kaptak, amelyek Bálint Ágnes írásaival kapcsolatosak. A fiatalok által jól ismert Celebúrdi család életébe is bepillantást nyerhettek, de más mesehőssel is megismerkedhettek a diákok. Az egyik nap délutánján pedig nem mentek haza a táborozók, mert éjszakai szállást biztosítottak számukra. Ezzel a programmal is színesítették a hangulatot, ami, mint mondták, nagyon izgalmas volt. Először úgy volt, hogy elemlámpával felmentünk a padrásra, nagyon izgalmas volt, megnéztük, hogy mik voltak ott. Utána visszajöttünk, játszottunk egyet, volt pizsi szépségverseny, utána meg elmentünk fogatmosni, volt egy jó estemesés, utána meg pedig lefeküdtünk. A gyermekkuckóban a környezet tudatosságra hívták fel a gyerekek figyelmét. A természetvédelemről, a bolygóvédelemről és a klímavédelemről tartott előadást Dankóni Magyar Mária, aki elmondta, hogy a gyerekek minden egyes tettükkel hatnak a világra, bármilyen kicsik is. Hogyha szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy lekapcsolják a lámpát, akkor ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb energiát használjanak fel. Nagyon fontos szerintünk az, hogy kisgyermekkorban kialakuljon ez, nyilván gyakorlás révén, mire nagyok lesznek addigra, ez készségszinten alakuljon ki náluk. Ne is gondolkodjanak majd felnőttként azon, hogy elmennek-e a papírgyűjtő szemeteshez, hogy külön kezeljék-e az ételmaradékot, hogy mindent külön gyűjtsenek, hogy teljesen automatikussá váljon. A tábor szervezésének célja az volt, hogy a gyerekek nyári szünidős tevékenységét bővítsék, valamint hogy hozzájáruljanak a diákok személyiségének fejlődéséhez. A programokkal, előadásokkal nyújtsanak számukra olyan ismereteket játékos formában, ami fejleszti kreativitásukat, sokoldalúságukat, környezettudatosságukat. Egyre több a túlsúlyos ember Magyarországon. A felmérések szerint a lakosság több mint 60%-a küzd a plusz kilókkal. Ennek elsősorban a rossz minőségű ételek fogyasztása, a táplálkozással kapcsolatos hibás beidegződések, valamint a mozgás szegény életmód az oka. Az ózdiak több edzőteremben is elkezdhetik a sportot, ahol hozzáértő szakemberek segítik az életmódváltást. A magyar lakosság körében a túlsúlya rendelkezők aránya nagyjából 62%. Ez az Európai Unión belül is kiugróan magas szám. Az elhízás szokás a modern világ betegségének is nevezni. A fejlettebb országokban már évtizedek óta jelen van a túlfogyasztás, ez pedig enyénekre lebontva a szükségesnél jóval több kalóriabevitelt jelent. További gond, hogy honfitársai nagy része nem mozog rendszeresen. A legtöbben nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a problémának, azonban ennek a két részletnek az elhanyagolása komoly egészségügyi és mentális kockázatot rejt magában. A dietetikus szerint a kielégítő állapot eléréséhez elsősorban tudatosságra van szükség. Érdemes szakember segítségét kérni, aki irányt tud mutatni egy magasabb életminőséghez. A mai világban egyre inkább sajnos majd el kell mondani, hogy az étkezésünkben persze vannak hibák,
ami nem is feltétlen mindig az adott érintettnek a hibája, hanem egyszerűen nincs meg a megfelelő tudásunk, nincsen meg a megfelelő edukáció, hogy tudják az emberek, hogy igazán hogyan kell étkezni, és sajnos vagy nem ismerjük, vagy nem tudjuk, hogy szeretnénk a gyümölcsöket, zöldségeket, és ezek sajnos sokkal drágábbak, és ezért a tudatosság hiánya meg a körülmények vezethetnek egy ilyen úgymond negatív egészségügyi következményekkel járó elhízáshoz. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének honlapján található egy úgynevezett okostányér. Ezen a szakemberek ajánlását találhatják meg az érdeklődők arra vonatkozóan, hogyan is kellene kinézni egy egészséges étkezésnek. Ez jó alapot jelenthet azoknak, akik szeretnék átalakítani a szokásaikat. Városunkban is többféle aktív kikapcsolódás közül választhatnak a helyiek. Az egyik ózdi edzőterem vezetője szerint a táplálkozást a számunkra örömet okozó sporttal is szükséges kiegészíteni. Egy határozottan kitűzött cél is segít előrerendülni a nehezebb napokon, valamint lehetőség szerint a feszültséget okozó helyzeteket is kerülni kell, mert az evés sokan stresszoldásra is használják. Rendben, innentől kezdve egy életformát váltok. Nyilván annak kellett egy idő, hogy eljussak ide, és ok, de most akkor ez így nem működhet, változtatni kell. És akkor itt kezdődik, hogy változtatok az étrendemen, változtatok a mozgás kultúrámon, változtatok esetleg stressz helyzeteket, megpróbálom jobban kezelni, és egy legfontosabb, hogy van egy nagyon korrekt motivációm. Tehát motiváció nélkül, egy cél nélkül ebbe belevágni, egy elhatározás nélkül szinte egy lehetetlen dolog. A legfontosabb, hogy szemléletváltásra van szükség. Sajnos a lakosság legszélesebb rétegeihez még nem ért el az étkezési tudatosság és a mozgás fontossága. Jó azonban tisztában lenni azzal, hogy ezek hosszú távon akár évekkel is meghosszabbíthatják életünket. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer röviden. A Ráctag utcában kezdődött el az önkormányzati utak aszfaltozása. A 300 millió forintos támogatásból 30 szakasz kap új réteget. 5 kereszt is megújulhatott a városban, valamint egy újat is hamarosan felállítanak a gyári temetőben, a Német Nemzetiségi Önkormányzat törekvéseinek köszönhetően. A Tarkaforgó címet viselő szünidei foglalkoztató héten számos programmal várták a gyerekeket. Tábori fogadalmat is írtak, amelyben összefoglalták a helyes viselkedés szabályait. Az elhízás komoly egészségügyi kockázatot jelent. A fejlettebb országokban már évtizedek óta jelen van a túlfogyasztás, ez pedig egyénekre lebontva a szükségesnél jóval több kalóriabevitelt jelent. Most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Csütörtökön főként az ország északkeleti harmadán alakulhatnak ki szórványosan záporok, zivatarok a napos gomoly felhős idő mellett. Az északi-északkeleti szél élénk, erős marad, térségünkben hajnalban 13, míg napközben 26 fokot mérhetünk majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a Kárpátalja című ismeretterjesztő filmet ajánlom figyelmükbe. Holnap ugyanebben az időpontban is lesz híradó, amelyben megmutatjuk a város legfontosabb történéseit. Számítunk Önökre akkor is. Szép estét és jó pihenést kívánok! Viszontlátásra!